A 8 éves Bezdáni Horváth Mihaéla Mária 1 éve indul önállóan gyermekfitness versenyeken, és sikert sikerre halmoz. Júniusban megnyerte a Csácsakon szervezett gyermekfitness világbajnokságot, október utolsó hetében pedig első lett a szerbiai bajnokságon. Jelenleg a pozsonyi Európa-bajnokságra készül. Boldog vagyok, és amikor első vagyok, felemelem azt a nagy kupát. Az tényleg nagy öröm, mert úgy érzem, mintha sírnák. Elmegyek iskolába, utána megcsinálom a házit, utána megyünk tréningre. Mihaéla Mária hetente 4-szer jár Zomborba csoportos és 2-szer egyéni edzésekre. Hát a zene kiválasztás az most ebben a konkrét esetben úgy történt, hogy körülbelül egy hónapon keresztül kerestük a zenét, akkor leszűkítettük ugye azokra, ami tetszik, és amikor már egy ilyen 15-20 zene maradt csak, akkor már az edzőnő meg a Mia egyeztették. Amikor kiválasztották a zenét, akkor ahhoz alakult a ruha, és akkor ők így ötleteltek, hogy mit lehet, és akkor szóba jött a kalap, és akkor ez így nagyon tetszett mindenkinek, és akkor így most kalappal van. A 1,5 perces produkció erő, lazaság és akrobatikus elemekből, valamint ugrásokból áll. Dragana Pezei, Mihaéla Mária edzőnője nagy hangsúlyt fektet a látványelemekre is. A koreográfia 1,5 percig tart, és 4 elemfajtát kell tartalmaznia. Minden elemcsoportnak legalább 3-szor szerepelnie kell a produkcióban. Tehát vannak ritmikus ugrások, fitness és akrobatikus elemek. Igyekszünk nehezebb és igényesebb elemeket beépíteni a koreográfiánkba, hogy ezzel növeljük a produkciónk értékét. Mia a legtehetségesebb tanítványom, akit eddig edzettem, ugyanakkor a legszorgalmasabb is. A saját korosztályában biztos, hogy a világ legjobbjai között van, és bízom benne, hogy ezt be is fogja bizonyítani a mostani Európa-bajnokságon. A gyermekfitness egyre népszerűbb a világon, hiszen a gyerekek előadó képességét fejlesztve a közönséget is szórakoztatja.